hajtására. Azért vagyunk ma itt többek között, mert tudomásunk van arról, hogy az alkotmánybírósághoz. De akik nem, amilyen volt például a külügyminiszter, amilyen volt például ugyanezek a blokkert kormánynak a közművelési minisztériuma, ő nekik nem kell várni. Ők megkapták még március 9-én. Jöööö! 3,8 milliárd forintot. Mindenki, akit ismer, Szentor Károsztusnak, kötelező választmányból szükséges okiratot írja alá, vigye el neki, írja alá. Miniszter úr információ szerint szerepet játszanak-e ezek az alkotmánybírósági panaszok a 2015. évi törvény kedelem nélkül? Végre kell lehajtani